pályán goztak, holnap ajánkoznak. Holnap után az angyalok gyémánt havat hoznak. Szeretném az Isten nagyosan dicsélni, de én még kisfiú vagyok, csak most kezdek élni. Isten dicséretére mégiscsak kiállok, de boldogok a pásztorok és a három királyok. Mégis mennék, énekelni mennék, nagyok között kis Jézusért minden szépet tennék. Úrcsizmám a sárban százszor bepiszkolnám, csak az Úrnak szellemet szépen igazolnám. Valakiről, ki újra eljön, ahogy a régesen így megjelent. Dicsőség fenn a magasságos mennyben Istennek, aki szent. Belülről zeng az angyal ének, a csillag is így bent ragyog, előderengnek a régi fények és elveszített angyalok. A megtartó született ma néktek, a földön békesség legyen. A test fölött lebeg a lélek, a bűn fölött a kegyelem. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit. Furcsa volt az idei év, de ettől függetlenül, mint minden évben, idén karácsonykor is eljön hozzánk a megváltó. Nagyon nehezen indult, hiszen a tavaszi időszakban kaptunk olyan híreket, amelyek arra világítottak rá, hogy milyen törékeny az ember, és soha talán, mint ebben az esztendőben korábban, nem kellett, hogy kapjunk egy reményt, amely újra kicsi biztatást ad ennek a gyönyörű világnak. Tiszta szívemből sajnálom azokat a családokat, hozzátartozókat, barátokat, rokonokat,
akik elveszítettek valakit ebben az esztendőben, de bízom benne, hogy megváltozik, és a világunk egy sokkal szebb jövőre fog majd 24-én Jézus születésekor ébredni. Nagyon szeretném azt elhinni, és nagyon szeretném önöknek tolmácsolni, hogy ez a karácsonyi kisded, aki eljön közzénk, az megváltást, nyugalmat, bölcsességet és reményt fog hozni. Mint ahogy önök is hallották, a közeljövőben, vagy amikor már ez a képsor meg fog jelenni, megérkezik hozzánk is a vakcina, mely egy új reményt tud adni valamennyi lakosnak, valamennyi embernek. A karácsony üzenete mindig az, a sötétséget felváltja a fény. Mint ahogy tudjuk, a téli napforduló után születik meg a kis Jézus, aki egy kicsivel több fény, több örömet, több derültséget és nagyon-nagyon sok-sok szeretetet hoz nekünk. Ebben az esztendőben talán sokkal jobb, sokkal nagyobb, sokkal több erőt, sokkal több reményt, sokkal több szeretetet, hiszen mi emberek ki vagyunk éhezve. Nem láthatunk családtagokat, nagyszülőket, barátokat, unokatestvéreket, keresztgyerekeket, és egy picit talán már magunkba is roskadunk. De ettől függetlenül azt gondolom, hogy a jövő december 24-én Jézus Krisztus születésével el fog kezdődni, és egy teljesen új, csodálatos évre fogunk virradni. Mindenkinek kívánok erre is a következő esztendőre nagyon sok erőt, kitartást és energiát, vigyázzanak egymással, hiszen ez a legfontosabb. Áldott békés ünnepeket kívánok Rozsály község önkormányzata nevében valamennyi nézőnek. Isten áldjon bennünket!